Sziasztok, Holtfarkas vagyok, és üdvözöllek titeket a következő gyakorló feladatunkban. Ez lesz a második programunk utolsó része, ugyanis ennél tovább már nem áll szándékomban fejleszteni. Így sem tökéletes, lehetne még rajta mit csiszolni, de szerintem ennyire bőven elég lesz ahhoz, hogy eléggé áttekinthető legyen. Persze paraméterezhetnék, hogy mondjuk a gyorsítótárat átállítjuk, megadhatjuk paraméterként, persze minden megoldható, mindent meg lehet csinálni, rátok bízom, ennél bonyolultabbra nem akarom. Nos, esünk is neki, hol tartottunk legutóbb? Ugye létrehoztuk, adtunk neki gyorsítótárat, és azt ígértem ezen az órán, hogy egy kicsit besegítünk neki. Ugye volt egy olyan tökéletlensége, hogy ha létrehoztuk a könyvtárat, azaz ha nem hoztuk létre a könyvtárat, ahova másolni akarunk, akkor nem hozta létre. Ugye, emlékezzünk még, másoló kettes néven elmentettük. Én már egy kicsit megszívtam ezzel, úgyhogy elmondom majd nektek, hogy mi is volt a probléma. Ti ilyen hibában ne esetek bele. Azt mondom, hogy hát te legyél P5. Meg is nézzük a mappát. Nincsen P5 képünk. Lefutatom. Tökéletesen lefutott. Ott van a P5. Tökéletesen lemásolt a logót. Na most mondjuk azt neki, hogy legyen. Tegyük egybe a teszt mappába. Nem találja a megadott elérési utat. Mondjuk azt neki, hogy legyen abszolút elérési utunk, D2 és mondd be a teszt. Egyik sincsen, tehát láthatjátok, hogy itt sincsen teszt mappa, illetve átmegy a D meghajtónkra. Jó, lássátok, ott sincsen teszt mappa. Futtassuk le, nem található a megadott elérési út. Nos, ezt úgy sikerült megoldanom, hogy van nekünk ugye egy file objektumunk. A file objektumnak rengeteg objektum, igen, file osztályunk, amiből létrehoztunk egy példányt a forrás, illetve cél fájlnak. Itt úgy oldottuk meg, hogy láthatjuk, hogy rengeteg metódusa van magának a file osztálynak. Mi igazából ebből kettőt használtunk, azaz hármat. Az egyik a get parent file, ez gyakorlatilag annyit tesz, hogy megmondja, hogy azt a fájlt, amit éppen vizsgálunk, annak van-e szülőkönyvtára. Illetve nullal tér vissza, ha ki vagyunk a gyökérkönyvtárban. Aztán, ami fontos volt, az exist. Ezzel megvizsgáltuk, hogy létezik-e. Hol van? E betű följebb. Megvizsgáltuk, hogy a megadott fájl vagy könyvtár létezik-e. Illetve amennyiben nem létezett, van kettő hasznos metódusunk, az mkdirs, illetve az mkdir. Na most a kettő közt lényegi különbség az, hogy az mkdir az egyetlen könyvtárat tud létrehozni. Tehát ha már ben vagyunk egy mappába, és azon belül akarunk létrehozni egy könyvtárat, azt megcsinálja. De ha ben vagyunk egy mappába, amiben létre akarunk hozni még egy mappát, és azon belül még egy mappát, már nem tudja megcsinálni az mkdirs, csak a megadott helyre tud egyetlen mappát létrehozni. Ellenben az mkdirs-szel ez akárhányan mappát létre tud hozni, azt hiszem, hogy a Windows 255 karakter hosszúságon belül nem fog nyafogni a létrehozott könyvtárakon belül, könyvtárak miatt. Nem próbáltam ki, nem volt az a türelmem, hogy most kiszámoljunk 255 karakter hosszú könyvtárnevet kitaláljak neki. Úgyhogy igazából ezeket fogjuk használni. Meg is mutatom. Jaj, bocsánat. Allergia. Hogy hogyan működik a dolog. Létrehoztam a második kettőből a második három osztályunkat. Ugyanaz a forráskód, néhány apró változtatással. Az első, ami szembetűnő, egy if elágazással kezdődik maga a programunk. Az if elágazásból láthatjuk, hogy megkérdezem a paraméterek hosszát. Csak annyi a feltétele, hogy az ne legyen egyenlő kettővel. Amennyiben nem egyenlő kettővel, meghívjuk a súgó metódust, illetve a rendszer system.exit nulla paraméterével kilépünk a programból. A súgó, ez egy pofon egyszerű metódus, tartalmaz három system.outprintelen metódust, amivel kiírjuk a hiba üzenetet. Nem megfelelő paraméter, a második program használata, tö-tö-tö-tö-tö. Így. Be is mutatom nektek.
másolok, 3. Persze ettől még ez lehet hülyeséget csinálni vele. Tessék, ki is fagyasztott, tehát nem tökéletesen biztos. Láthatjuk, hogy minden elrontható. Igen, a másik hány köptár létezik el, 0 point, that's exception. Szóval tudom mit bajt okozni. Aztán a következő, amit láthatok fölötte, van itt egy úgynevezett könyvtár létezik-e metódus. Ennek az a lényege, hogy mielőtt másolunk, megvizsgáljuk, hogy a megadott célkönyvtár létezik-e. Amennyiben nem létezik, létrehozzuk. Ennek viszont van egy trükkje, az előbb volt egy weboldal, mert én is belekeveredtem, hiába próbálkoztam, nem működött rendesen, elmondom a lényegét. Hogy én is ott néztem át, és ott találtam, hogy én mit rontottam el. Ugye létrehozzuk szokás szerint a forrásfájt, a célfájt, definiáljuk a két input-output streamet, létrehozzuk a tárlónkat, illetve egy számlálót, ami megmondja, hogy mekkora tömbünk. És ezek után, miután mindent létrehoztunk, meg leellenőrizzük, hogy a könyvtárunk létezik-e. Még azelőtt, mielőtt az input-output streameket létrehoznánk. Ugyanis, ha létrehozunk a streamet, utána már nem tudjuk ellenőrizni, azaz tudjuk ellenőrizni, de leáll a kimenő adatfolyam írásánál a rendszer hibaüzenettel, hogy a megadott könyvtár nem létezik. Én ebbe a hibába estem bele, és körülbelül 4-5 példát is átnéztem, hogy mit rontottam el. Minden jó volt, minden működött, pusztán annyi, hogy nekem nem esett le elsőre, hogy a könyvtár ellenőrzést az adatfolyamok létrehozása előtt le kell futtatni. Úgyhogy miután deklaráljuk a megadott változókat, utána hozhatjuk létre az adatfolyamokat. Ez a lényegi része, és pusztán ezzel az egy metódussal le tudom ellenőrizni. A metódus úgy működik, hogy láthatjátok, hogy itt is picit összetettebb a paramétere. Ugyanis nem magát a célfájt adom át, hanem a fájnak van egy getParentFile nevezetű metódusa. Itt is láthatjuk, G betű, getParentFile. Arra szolgál, hogy a megadott még kvázi ugye nem létező fájlunknak megvizsgálja, hogy van-e szülőkönyvtára. Ugye ez egy könyvtárban van-e? Ha igen, akkor nincsen gond. Ha nem, akkor valószínűleg foglalkozni akarunk vele. Semmi egyebet nem tud, csak visszatér ezzel a stringgel, hogy létezik-e. Jól olvastam, stringgel tér vissza. Tő. Igen. Azt írja, hogy nulla tér vissza, ha a könyvtár, az út elérés nem szülőkönyvtár. Tehát ha kibonjuk a gyökérbe, akkor is null lesz. Így, itt azt mondtam neki, át is adtam ugye, hogy ez létezik-e? Ugye ez true vagy false lehet, illetve null. A null az automatikusan false-ot jelent, ugye előtte a felkiáltójel, amivel át is fordítom, ha false, akkor legyen igaz. És innentől kezdve alatta meghívom a fájlunknak az mkdirs nevezetű metódusát, ami létrehozza a könyvtárait. Ki is fogjuk próbálni. Ha létre van hozva a könyvtár, megy tovább a programunk. Ugyanúgy, ahogy a legutóbb csináltuk. Láthatjuk is. Most ki is fogunk próbálni. Azt mondom neki, hogy p.jpg. p.jpg. Legyen teszt per p6.jpg. Másolás sikeres volt. Megnézzük, ott van. Na most akkor csináljuk ezt még egyszer. Mondjuk azt, hogy ez legyen d2-s pont. Hoppá.
D2-es pont per www per pisti per videó per test jpg. Másodlag befejeződött. Nézzük meg, D meghajtó. Mi volt az első? www www pisti videó test, és ott van. Ennyi a különbség az mkdir és az mkdirs között. Ezt le is törlöm. Igazából, ha pedig nem megfelelő mennyiségű típusú paramétert, nem megfelelő mennyiségű paramétert adunk át. Hoppa. Akkor kijön a súgónk. Ennyi. Én úgy gondolom, hogy elég ennyi erről a másoló programról. Én tovább nem szeretném fejleszteni, természetesen, ha van hozzá kérdésetek, vagy valamiben nem vagytok biztosok, nyugodtan kérdezzetek, én sem, és egyetlen programozó sem tud mindent. Ez nem igaz, aki ilyet állít, az úgyis hazudik. Ők is ugyanúgy rengeteget nézünk, rengeteget tervezünk, és keresünk a megfelelő metódusokat, hiszen butaság lenne ezt sajátot írni, amikor vannak létező metódusok. Sokkal könnyebb velük dolgozni. Nos, mára ennyi lett volna, feltöltöm a videó után a példafeladatokat, és ki lehet őket próbálni. Köszönöm figyelmeteket, ha tetszett a csatornom, ha tetszett a tetszettek a programok, illetve van kérdésetek, kérdezzetek nyugodtan, illetve lájkoljatok, vagy csak nézzétek a videóimat. Köszönöm, sziasztok!